erősebben, gyönyörűek vagytok. Nagyobb kört kérek kialakítani. Nagyobb kört. Körbe szeretném a szülőket és a gyerekeket. Körbe. Hogy látom? Egyik szebb, mint a másik. Gyönyörű motrokkal vagyunk fősorakozva. Frissebben, gyerekek! Nem is a gyerekek, a szülők! Valahogy kicsit frissebben a szülőket. Nagyobb kört kérek, mert én oda nem fogok beférni a kör közepére. Nagyobb kört kérek! Kérem szépen az ikerlányokat, hogy a Hunyadi János általános iskolából jelentkezzenek itt nálam. Szülők, gyerekek, gyerekdalokra megmozgatjuk a csontunkat, kicsit bemelegítjük az izmainkat. Imádom nézni, mikor a gyerekek együtt a picikéknek a keziket föl! Nyújtsuk fel a kezünket! Hányan vagyunk? Ügyesek vagytok, meg gyönyörűek! Indulhat a zene? Rajt! Yeah.
tanul. 1, 2, 3! Gyerünk, jaj, nézd, milyen ügyes! Helyezettel indítunk. Harmadik helyezést ért el Januskó Hanna. Kérném szépen a nagy tapsot, a kislány pedig addig, jaj, de így! Figyeljétek, motorra érkezik az ajándék átvételre. Hanna, gratulálunk! És neked jár még valami, egy pillanat, kérem az anyukát, hogy jöjjön segíteni. A Ropi és a Szok. Tapsoljunk meg még egyszer a Hannát, bravo Hanna! Nagy tapsok kérek, gyerekek! Hatalmasak! Ez az! Második helyezett kopasz Aisa. Kérném szépen Aisát, jöjjön ide a járványával! Gyere, hama verdával, ez az! Hoppá, szép! Aisa! Nagyon nagy szeretettel gratulálok! Másik ötlet kérem! Nagyon ügyes voltál, a csajok sokkal jobb módosok, mint a pasik. Tessék, ez a tiéd. Igen, tőzsön, és egy nagyon szép okleveles is kap. Nekem is lesz majd. Ezek már részt veszélyen a szép motorversenyen, jó? Leon. És jövőre is várunk nagyon nagy szeretettel. És az üdítőt, és a Ropit. Hol van a anyuka? Hol van a anyuka, mert nem bírja fogni a kicsi lapja. Itt van, megvan. A Ropi is az övé. Tessék. Nagy tapsot kérek meg itt. Az első helyezett Lassú Bence. Kérdém szépen, Bencét, hogy a mesemasináját varázsolja ide magát elénk. Bence! 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 Tapsot! 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 Nagyon ügyes voltál, Bence! Szeretettel gratulálok, és fogadj fel egy Bence! És ezt a szép oklevelet, látod, ez ilyen motospasi van rajta, mint te. Hárman álljanak egymás mellé, mint... Mindjárt, egy pillanat, az első... Kérem a Budapest. Nézd csak, Bencének az apukáját, anyukáját, valakit, hogy segítsen elvinni a szok... Ez az. Kérném szépen az első három helyezetet, álljonak neked ide a Bence mellé. Gyere, Aisa! Gyere! Bence, fordjatok! Ez az, kis motorra gyertek ide, hogy látom. Gyere te ide, így mellé. Gyere, Hanna, te is! Gyere, Hanna! Hol a Hanna? Itt a Hanna. De emerre felére jön a Hanna, hogy középen legyen a... Középen van a pasi! Ő az első, de? Na! A kislánynak kérem szépen a diplomáját a kezébe. Így megfordítsuk a diplomát, mélyet tartsuk, hogy a kicsit gyönyörű arcocskátok is látszon. Ez az. Mosolyt kérünk. Nagy tapsot kérünk. Van-e nektek engedélyetek motorhajtásra? Nincsen vezet? Nincsen? Van? Szuper! Na most, akik részt vettek a motorversenybe, mindenki kap egy üdítőt és egy ropogtatnivalót, mert tulajdonképpen ennek a versenynek mindenki a győztese. Bravo! Álljatok itt meg, gyerekek, szülőket is kérem, segítsenek a pindurkoknak. Egyetek a Rózsi nénihez, nézzétek csak! Hálásak vagyunk és köszönjük szépen nekik a részvételt. Nagyobb tapsot, szülőnk legalább, ma nem hallom. Kissé már nem vagyok én üres, csak sokra emlékszem.
Úgyhogy valahogy nem jól hallok. Még egy tapsot kérek gyerekeknek, nagy motorosoknak. Köszönjük szépen, Fili! Vigyázz!
segítség, segítség! Gyere hama! Jaj, de ér! Gyerünk, aki nem hozta ezt a könyvet, tapsoljon, kiabáljon, drukkoljon! Gyerünk! Drukkolni! Biztosátok a csapattársaitokat! Ez az! Nagyon igaz! Biztosni a csapattársakat! Megérkeztek az erősítés is megérkezett, kirejöttek a gyalogtúrázók! Lassan kezdhetjük akkor a kötélhúzást, úgy se fáradtak ki nagyon, gondolom én! Valahogy a fölnőttek olyan szintjelőttek, mint valamit a szóval. Nem esett meg a gyógyulat. Ó, mi ilyen szerű, hogy a
Gyerünk haza, nagyon jó! Nagyon szigyelünk! Kérdőjek! Mi lesz? Jó, figyeltek gyerekek! Megküzdünk, jó? Verseny lesz, verseny! Aki nálam gyorsabb, mit kap tőlem? Semmit, helyes, jó van, gyerekek. Nem ígérek sokat, de azt viszont betartom. Mehet akkor ujjakat föl. Koncentrálj, mert nehéz lesz. Egy, két, egy, két, há, két, egy, nulla, mínusz egy, mínusz kettő, mínusz három, mínusz négy. Várj, van titalik, várj. Egy, két, há, száz. Na, a házam tetteje, tetteje, rászállott a cimbe. Gyorsabb lesz, figyelj! Aki a leggyorsabb, mit kap tőlem? Semmit! Lehet? Egy, két, há, és na, a házam, tetteje, tetteje, rá! Ez az! Éneket akarok hallani! Nem is esik az eső. Vagyunk a mindenben nem is esik, nem esik az eső. Figyelj! Egy-két, és meg a házam, ne tegye, cimege, ne hess le róla, cimege, Thank you.
szépen dolgoztatok! Nagyon jó, ha erőtetnék! A piros, a bányed, így kicsi vagyok! Ez az, hoppa, bele a másikba, úgy néz.
Nagyon megdicsérni. Mert mindannyian, a szülők is, a gyerekek is mindannyian nagyon-nagyon ügyesek voltatok. És ugye el kell mondani azt, hogy ugye nem csak első, második, harmadik és negyedik helyezett van, hanem itt ma mindenki győztes. Úgyhogy először is egy hatalmas tapsot kérnék szépen mindenkinek. Az összes résztvevőnek, aki segített, az összes gyereknek és szülőnek. Hát akkor most elérkezett a várva várt pillanat. És ugye először is a negyedik helyet szeretnénk kiosztani. Hatalmas vastapsot kérünk szépen, és a csapatkapitányt, negyedik helyezést ért el a kék csapat! Olivér, gyere ide, vedd át a diplomát! Gratulálunk mindenkinek! Gratulálok! A sárga csapat nagy tapsot nekik! És? Na vajon ki lehet a második helyezett? Második helyezést ért el a lila csapat! Második helyezett a piros csapat, hatalmas nagy tapsot nekik! Gratulálunk! És mindenki kezelét esedezik. És van-e valami tipp, hogy ki lehet az első? Nagyon-nagyon nagy tapsot a zöld csapatnak, akik ma első helyezést értek el a csapatjátékokon! Hatalmas tapsal köszönjük meg neki azt, hogy itt volt, és hogy nagyon nagy mosolyokat csalt az arcunkra ma, jó?
Üdvözöljük a bótot, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljött ma Csantavérre. Egy köszönő levélet szeretnénk meghallani, hogy itt volt. Köszönjük. Részemről a szerencse, hogy együtt lehettünk, és még sok évben találkozunk. Hát lehet valami vidám a balkalomból is. Köszönöm szépen, köszönjük. Köszönjük szépen. Szeretném azokat az embereket ide hívni a mikrofonhoz, akik nélkül tényleg valóban nem jöhetett volna létre ez a mai nap. Ők a csantavéri helyi közösségnek a csapatát erősítik, Gregus Katalin és a Konvál igazgatója Dér Ferenc. Kérjük szépen, hogy fáradjanak ide a mikrofonhoz, hogy átadjuk a köszönőlevelet. Egy hatalmas vastapsot Feri bácsnak és Katinének! Köszönjük szépen ezt a csodálatos napot és a sok támogatást! Köszönjük! Köszönjük! És a másik olyan csapat, aki nélkül nem lehetett volna ma ilyen boldog sok gyerek itt, ők a VMS női fórumának tagjai. Kérem szépen azokat a hölgyeket, akik itt a napokban, és urakat, ugye, akik hátulról erősítik a hölgyeket, hogy jöjjenek ide és vegyék át tőlünk ezt a köszönőlevelet, hiszen nagyon sokat takarítottak itt is, a központban is, és nagyon sokat segítettek ahhoz, hogy ma itt lehessünk, és játszhassunk ilyen önfeledten. Kérem szépen a VMS női fórum tagjait, hogy jöjjenek ide és vegyék át a köszönőlevelet. Most minden felé vannak. Köszönjük szépen! Köszönjük a támogatást, meg mindent, az energiát, Magdi, a hangod. Igen. Mindamellett szeretnénk megköszönni még Szabó Barbarának, hogyha itt van valahol. Itt van valahol a Barbie? Légy szíves a támogatásodért, és hogy szebédzetted a gyerekeknek ezt a napját. Köszönjük szépen! Mindemellett szeretnénk még Szabó Norbertnek megköszönni ezt a mai napot, hogy dallamossá tette nekünk. Őnek is egy vastapsot kérünk szépen. Köszönjük szépen. Szeretném megkérni azokat a lányokat, akik zumbáztak velünk reggel a Hunyadi János Általános Iskolából, hogy jöjjön valaki és vegye át Pérovics Olga tanárnő helyett a köszönőlevelet. Látom, Bábi kivett szalad már, és Aranka is, aki itt van velem. Ők a Magyar Tanító Képzőkaron végezték az egyetemet, és általuk jöhetett, általuk is ez a mai nap létre. Velük együtt beszéltük meg az aktivitásokat, illetve az arcfestést is. Én szeretném megköszönni tiszta szívből azt, hogy eljöttek, és nagyon nagy tapsot érdemelnek szerintem ezek a lányok. És én megkérem akkor Arankát, téged kérlek meg, hogy vedd át tőlem a köszönőlevelet, ami kis csekészség, de köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Köszi szépen a lányok nevében is, akik arcfestésben ma aktívabbak voltak, mint én. Viszont még mindig annyira aktívak, hogy nem tudnak idejönni, de majd továbbítom. Szeretném még köszönni magam és a női fórum nevében, hogy ennyit segítettetek rajtunk, és hogy a gyerekeink ilyen szépen néznek ki. Én vagyok az! És végül, de nem utolsó sorban, köszönettel tartozunk az önkéntes szülőknek, akik ma itt voltak, akik azt mondták, hogy jönnek és segítenek nekünk végbevinni ezt a mai napot. Én szeretném, hogyha valaki, Andrea közületek, Andrea légy szíves, gyere, és akkor vedd át az önkéntes szülőknek a köszönőlevelét, igen. És hadd adjam át, nagyon köszönjük azt, hogy itt voltatok, és hogy részt vettetek a mai partinkon. Én szeretném átadni a mikrofont Rózsinak, és ő megmondja azt, hogy mi várja itt a gyerekeket. Én további jó szórakozást kívánok nektek. Azt tudni kell, hogy a csoportjátékok befejeződtek, viszont az arcfestő és a csillámtetkós lányok, asszonyok még itt lesznek, és akkor mindenkit befestenek, akinek még nem került sor a mai nap folyamán, tehát nem kell aggódni. Mindenkinek további szép szórakozást kívánok! Én is szeretném nektek megköszönni, hogy itt voltatok és ilyen aktívan részt vettetek a programokba. Én tulajdonképpen minden szülőnek nagyon hálás vagyok, hogy elhozta a gyereket és részt vett. Megengedte, hogy részt vegyen
ebbe a programba. Köszönöm szépen! Gyere! Köszi! Most nem mindenki egyforma ajándékot fog kapni, ami marad, közösen szétosztjuk. Jó? Ki üdítőt? Ki? Mi ez? Nyalóka? Ki nyalókás cumik? Ki csokoládét? Nem is tudom, hogy mi minden van még itt. Semmi gázhafélöttet, egész nyugodtan le tudok én innen gyönyörű magam is. Tessék! Segítség nélkül! Nagyon ügyesek voltatok!